Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőit. Ismét a városrészek titkait kutatjuk műsorunkban. Segítségünkre most is vendégek lesznek. Elsőként a már jól ismert szakértőn köszöntöm szeretettel Váci Márkot, a Városkutató Intézet topográfiai munkatársát, és azt hiszem, hogy Székesfehérvár minden apró csücskének jó ismerőjét. Jól mondom. Hát némi túlzással, de igen, remélem. A mai napon Csalára, Kisfaludra látogatunk, és nyilván ideillő vendéget hoztál magaddal. Kérlek, mutasd be a vendégünket. A mai vendégünk Horváth János, tervezőmérnök, kisfaludi lakos, és a kisfaludi közösségi életnek lelkes szervezője, motorja. Közös ismerősön keresztül sikerült őt meghívni ebbe a műsorba, ugyanis akit én vendégnek szerettem volna meghívni, Tibai Tibor, szerintem még lesz szó róla a mai adásban. Ő szintén nagyon lelkes helyi közösségi tag, és én őt kértem fel eredetileg, aztán ő felvilágosított, hogy hát bizony, egyrészt nem tudtam azt, hogy János kisfaludi lakos, itt kezdődött ugye a probléma, a másik pedig, hogy ő mennyire fontos szervezője ennek a helyi közösségi életnek. Úgyhogy Tibor egyértelműen Jánoshoz irányított, ő pedig készséggel vállalta ezt a felkérést. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy eljött ide hozzánk vendégnek. És hát az elmúlt napokban azért volt néhány üzenetváltásunk, telefonbeszélgetésünk. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól be fogja tudni nekünk mutatni ezt a színes kisfaludi közösségi életet. Meg is fogjuk hallgatni természetesen, de talán először a kicsit távolabbra eső városrészről, Csaláról beszéljünk. A szokásos rendben először azért meg kéne mondani, hogy hol van, és behatárolni, hogy mettől meddig Csala. Hát ha valaki Székesfehérvár településben, mint olyanban gondolkodik, akkor általában az a tapasztalat, legalábbis részemről, így az ismerősi körben, akár tágabb, akár közelebbi körben, hogy ők valahogy úgy a Nagyszombati út környékén meghúzzák a határt. Esetleg a Csúcsos hegyet, azt még ugye Fehérvárhoz számítják, és akkor hát ott van nagyjából Fehérvárnak a vége, ugye az Öreghegynek a szélénél. Mondanám, így is volt ez valamikor. Így is volt ez valamikor, és mondanám, hogy nagyjából stimmel, de hát azért mégsem, hiszen két olyan egykor önálló településről beszélünk, illetve hát Pákoz része volt ugye ez a két település, amelyek szintén Székesfehérvárhoz tartoznak, most már több mint 60 éve, 1960 óta, és hát bizony a városnak a külterületi határa az ott húzódik, ahol ennek a két egykor önálló településnek a határa megtalálható. Tehát ugyanúgy hozzátartoznak igazából Székesfehérvárhoz, illetve a harmadik település, amiről majd a következő adásban fogunk beszélni, hogy egy kicsit előrébb menjünk, az pedig Börgönd, ami szintén Székesfehérvárnak a része. Valószínűleg sokan ezzel sincsenek teljes mértékben tisztában, hogy azért a Fehérvárnak a határai azok nem teljesen azok, amit mondjuk úgy elképzelnek. Érdemes néha ránézni például a térképre, meg hát reméljük, hogy azután, hogy adunk egy kis ismertetőt ezekről a település részekről, érdemesnek gondolják majd ellátogatni ide. Nos, tehát ha Csalát keressük fel elsőként, akkor tényleg a legtávolabbi csücske a városnak valójában Csala, hiszen elég hosszú ideig megyünk olyan részen az autóval, ahol nincs semmilyen település, tehát semmiképpen nem ér egybe. Mutassuk be akkor elsőként Csalát. Hát az, hogy nagyon sokáig nem látunk semmit, ez ugye abból adódik, hogy nem épült össze magával a várossal. Nem úgy, mint mondjuk a szomszédos települések. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor például Szabadbattyán felé megyünk, ugye Maroshegyről beszéltünk annak idején, Sóstóról, a felüljáró választja el igazából a szomszéd falutól. Kisfalud és Csala irányába azért nagyobb a távolság, és ez részben ugye abból is adódik, hogy ezek valamikor önálló települések voltak, később Pákoz részei lettek, illetve közben volt egy olyan időszak, amikor ezek úgynevezett puszta települések voltak. Csaláról, amit mindenképpen érdemes tudni, az, hogy a középkorból már vannak írásos emlékek, illetve régészeti leletek is. Az 1200-as évekből találtak edénytöredékeket például és egyebeket, és igazából a török időszak volt az, a hódoltság időszaka, amikor ez az egykor önálló település elnéptelenedett, pusztává vált, és aztán ugye a későbbiekben kapta pont ezt a Csalapuszta nevet.
És ezen a csalapusztán először a nádasdiak szereztek birtokjogot, már a török kiűzése után, és aztán a nádasdiak után kerültek ide a Habsburgok, majd a meránok és a lambergek, ugye, illetve a lambergek és a meránok egész pontosan ebben a sorrendben, Kisfaludnál ugyanez a helyzet egyébként, közös volt a sorsa ennek a két településnek. A középkorban a csókakői váruradalomhoz tartoztak, tehát a csákoknak a birtokaihoz, és igazából ennek a váruradalomnak a települései nagyjából ugyanabban a sorsban osztoztak, a birtokosaik is nagyjából ugyanazok a családok voltak. Viszont, amiről mi ugye család leginkább ismerjük Székesfehérvár vonatkozásában, az a Kégl család. Ugye Kégl György volt az, aki megvásárolta ezt a pusztát egy nádasdi leszármazottól, akkori áron 390 ezer forintért, ami azért egy nem kis summa volt abban az időszakban. Ugye ez egy puszta település, ami alkalmas volt mezőgazdasági művelésre, hatalmas nagy birtokot vásárolt igazából maga Kégl György, és aztán itt építette fel a kastélyát 1876 és 1878 között Hausmann Alajos neves budapesti építész tervei alapján. Hausmann egyébként Velencén hunyt el, ugye voltak neki velencei rokoni kötődései, és Velencén egyébként megtervezte Kégl György testvérének, Máriának, illetve az ő férjének, Meszlénynek a kastélyát, ami egyébként Kégl Györgynek az adományából, illetve nász ajándékaként készült el. Ugye két Meszlényi kastély van Velencén, ez most arról beszélünk, ami éppen jobb állapotban van, ahol a könyvtár is megtalálható. És Kégl György egyébként Velencén is hunyt el az ottani családi birtokon 1908-ban. Ugye a családja az 1600-as évektől kezdve nemesként jelent meg a magyar famíliák között, városi nemesek voltak, pozsonyi illetőségűek, és aztán 1878-ban Ferenc József császár és király, mivel ugye Kégl György jogászember volt, gazdálkodó, nagynevű földbirtokos, aki nagyon sok fejlesztést hajtott végre például a birtokain, mondhatni azt, hogy egy minta telepet alakított ki, országgyűlési képviselője is volt ugye a választókerületnek, és az érdemi elismeréseként 1878-ban nemesi címet kapott, illetve megerősítését ennek a nemesi címnek, és ugye akkor kapta a Csalai előnevet, tehát innentől kezdve Csalai Kégl családról beszélünk. És ami még nagyon fontos ugye Kégl Györggyel kapcsolatban, mielőtt a kastélyról nagyon röviden még beszélnénk néhány mondatban, az az, hogy ugye neki köszönhető a megyei kórháznak a felépítése, hiszen az ő alapítványa nyomán épülhetett fel 1900-ban ez az intézmény, ugye akkoriban még pavilonrendszerben, ami akkor modernnek számított. Ma már ugye azért lehet látni ennek a hátulütőit, és 1901 elején meg is nyitott a kapuit ez a kórház. Természetesen a jótevő, az adományozó előtt tisztelegve Szent György kórház néven nyílt meg, és amikor Kégl György elhalálozott 1908-ban, akkor egyrészt ugye Székesfehérvár díszpolgára lett, posztumusz díszpolgára, másrészt pedig a Budai útra kivezető egyik utcát ugye róla nevezték el, ez a mai Kégl György utca, ugye a Skála környékén található meg, tehát innen származik ez az utca elnevezés. És leszármazottjának néhány évvel ezelőtt volt kiállítása Székesfehérváron, aki itt is járt a Fehérvár Média Centrumba. Azért örülök, hogy a kastélyról tudunk beszélni, de tartozom azzal, hogy megmondjam, nagyon kevés kép van, hiszen a jelenlegi tulajdonos nem járult hozzá a forgatáshoz. Archív felvételről tudjuk megmutatni, pedig azt kell mondanom, hogy a környéken az egyik legkülönlegesebb kastély épület, ami hát reméljük, hogy egyszer majd még visszanyeri saját pompáját. Igen, egy rendkívül sajátos stílusban megépült kastély. Hogyha Hausmann Alajosról beszélünk, akkor mindenképpen érdemes megemlíteni azt is, hogy a nádasdiak is már szóba kerültek, hogy a nádasladányi nádasdi kastélynak az átalakítását és a bővítését is ő tervezte. Hasonló, de mégsem ugyanilyen stílusban. Megvannak azok a jellegzetességei ennek a kastélynak, ugye a szögletes torony,
rendkívül jól fedett, aminek ugye a fedését egyébként néhány évtizeddel ezelőtt elkészítették újra, tehát rekonstruálták, restaurálták, és azok az úgynevezett fiatornyok, ezek a kis ferde kinyúló részek, amik szintén Hausmannnak az eredeti tervei alapján is már ferdére épültek, tehát ezeket is sikerült. Ezt nem tudjuk miért. Ez egyfajta stílusjegy volt, nyilván kellett valami különlegesség azért a kastélyba, bár ha azt vesszük, hogy egy viszonylag néptelen, vagy kevésbé népes területen elhelyezkedő kastély, mondhatni a semmi közepén kiemelkedik, akkor körülbelül bármilyen stílusban meg lehetett volna tervezni, de Hausmannnak voltak ilyen sajátos építészeti megoldásai, és ugye nem csak Budapesten, meg az ország nagyvárosaiban tervezett, hanem például magán célra ugye ilyen településeken is, mint például Csala. Ami a kastélyhoz tartozott, egyrészt ugye a különböző gazdasági épületek, amelyek közül láttunk itt is egyet a fotón. 2014-ben készültek egyébként a fotók, Leocki Ildikó kolléganőm jó voltából tudtuk most ezeket megmutatni. Utólag is köszönöm neki, hogy ezeket felhasználhattuk. Köszönjük. Saját archívumunkból származnak egyébként. Tehát azért volt lehetőségünk még akkor fotózni. A gazdasági épületek és a kastély mellett egy gyönyörű angol parkja is volt egyébként ennek a birtokterületnek. Tartozott hozzá egy gyönyörű szökőkút, aminek egyébként a darabjai előkerültek szinte hiánytalanul, és sikerült is egyébként ezt a kutat valamilyen formában visszaállítani, de magára a restaurálásra már nem került sor. Igazából, hogyha megnézzük a kastélynak a mai állapotát, akkor azt látjuk, hogy a tetőnek a fedését ugye restaurálták, ha jól ami emlékszem. Ami jó, mert az állag megolvás szempontjából így fontos. Van. Hát gyakorlatilag ez volt a cél. A 90-es, 2000-es évek fordulóján készült ugye ez az új fedés, és akkor innentől kezdve ugye legalább felülről védve van az épület. Hát alulról ugye a csapadékvíz és a talajvíz miatt sajnos nincsen, és ugye látjuk azt is, hogy milyen állapotban van. Viszont rendkívül sok archív fotó készült egyébként, akkoriban, amikor ez a kastély fénykorát élte, 1945 előtt, és ezeken látszik például ez a már említett szökőkút, aminek egy 12 méter magas vízsugár lövelt ki a közepéből, látszanak a kerti dísztavak, az uradalmi gazdasági épületek, hogy milyen rendben voltak, meg egyáltalán az egész parknak a területe. Tehát ezt érdemes mindenképpen megnézni. Az interneten is lehet róla fotókat találni, de én elhoztam Varró Ferencnek a kötetét, Szemelvények Csala történetéből, ezt a címet viseli, és egyrészt ugye a településnek a történetét nagyon szépen végigköveti, a Pákoszthoz csatolás, aztán ugye a Székesfehérvárhoz csatolás 1960-ban, a kastélynak, meg egyáltalán a Kék családnak a története, az uradalom története bemutatja benne azt a mezőgazdasági gyűjteményt, ami ma már sajnos nem létezik, de egyébként egykor országos hírű volt, tehát ezt is érdemes tudni, hogy itt volt valamikor egy ilyen, pontosan a kékféle gazdaságra épülve, egy ilyen mezőgazdasági technika történeti gyűjtemény, és ugye a helyi lakosoknak az életét is leírja, visszaemlékezések alapján például. Nekem is van olyan személyes jó ismerősöm, aki Csaláról származik egyébként, és mondta, hogy ő például nagy érdeklődéssel várja ezt az adást. Mondtam neki, hogy hát ha olvasta Varró Ferencnek a könyvét, már pedig mondta, hogy olvasta, akkor abból sokkal több mindent meg fog tudni egyébként Csaláról. Tehát én ennek tényleg csak egy nagyon töredékes részét tudom elmondani, úgyhogy ajánlom szeretettel mindenkinek ezt a könyvet. Még mindig család maradva van azért olyan, amit meg tudunk mutatni, például a Kégli család temetőjét, hiszen ez is itt található a településen, és erről vannak képeink is. Igen, hát a sorsa az hasonló egyébként, mint a kastélynak. Ugye a kastély 1945 után a szovjet hadsereg tulajdonába került, és aztán ugye nagyon sokáig különböző célokra használták, tehát elvették igazából a családtól, és hát azért látjuk, hogy a grófi temetkezőhelynek a grófi, nem is grófi család volt, tehát a nemesi családnak a temetkezőhelye szintén nagyon mostóha sorsa jutott. Egy kovácsoltvas díszes kerítés vette körbe, volt egy nagy kapuja, tehát úgy tudjuk elképzelni, mint tényleg egy nemesi családnak a temetkezőhelyét, ugye, egy erdőnek a közepén, igazából egy kis tisztáson, körbekerítve, ma már ez sajnos nem található meg.
a központi keresztje sem eredeti, tehát az is már egy felújított, de még a talapzata az egyébként megvan eredetiben, és ugye ide Kék György, a kastélyépítő temetkezett egyrészt, másrészt pedig a szülei nyugszanak itt, tehát ez egy viszonylag kicsi temetkezőhely, hiszen ugye az 1870-es évek végétől élt itt a család, a 40-es évek közepéig. És még egy emlék van, amelyet meg tudunk mutatni, már egy kicsit frissebb történelmi emlék, a Kégli családot elhagyva, ez pedig a szovjet hősi emlékmű. Hát ha család járunk, akkor igazából a temetkezőhely mellett ez a másik olyan hely, ami szintén emlékeztet ugye a régmúltra, ma már régmúlt. Nagyon keveset lehet tudni erről a hősi emlékműről. Valószínűleg tartozott hozzá valamikor egy felirat. Ennek a nyomai ma már egyébként nem látszanak. Ami látszik rajta, hogy ugye megtalálható volt valamikor egy vörös csillag ugye a megfelelő helyen, aztán voltak ugye rajta különböző fényképek, nyilván névfelírásokkal az itt elesett, még vagy a környéken elesett szovjet katonáknak az emlékét őrzendő, és ugye ezekhez a szovjet emlékművekhez általában temetkeztek is. Hogy ma még például ezek a maradványok megvannak-e akár részben, akár az összes, azt ugye nem tudni. Az is előfordulhat, hogy közben már esetleg exhumálták, vagy akár a harcok után el is szállították ugye ezeket a holttesteket. Nyilván ez egy nagyon fontos kegyeleti hely egyébként, és nagyon keveset tudunk róla ténylegesen. Tehát egyetlen egy katonának az adatai találhatók meg rajta, illetve fotója, de hát biztos, hogy sokkal több volt egyébként ezen. És ugye ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy egy ilyen kicsi faluban, mert hát akkor még azért igaz, hogy Pákoz részeként, de mégiscsak egy faluról beszélünk, állítottak egy szovjet hősi emlékművet. Valószínűleg itt ténylegesen estek el szovjet katonák ebben a térségben. A térségben biztosan, hogy a falu területén is azt én pontosan nem tudom. Lehet, hogy János meg tudja ezt erősíteni? Meg tudom, mert kisfaludi térségben is óriási csaták voltak, és többször gazdát is cserélt a terület. Hát kisfaludon is volt egy ilyen temető, a kastély előtt ilyen szovjet temető, ami alól viszont a katonák átkerültek a Magyar Hadisírgondozó Szövetség jóvoltából a Sárkeresztúri úti katonai temetőbe. Még egy egész picit kell családról beszélnünk, de ez az egész pici Székesfehérvár számára nagyon-nagyon fontos. Hiszen, hogyha csala, akkor a Kégli kastélyon kívül még a hulladéklerakó jut a városiaknak eszébe, ami rettenetesen fontos egy város életében, és nem csak a város, hanem a környező települések életében is. Ez is egy érdekes dolog egyébként, és nem véletlenül hoztuk ide. Én azt gondolom, hogy a városiak közül sokaknak tényleg a kastély mellett ez a hulladéklerakó és újrahasznosító telep jut eszébe, de a megyei lakosság nagy részének inkább csak maga a telep. Tehát a kastély az viszonylag kevésbé ismert. Ugye egyrészt azért, mert nem látogatható, az állapota miatt mondjuk azért gyakran szerepel az interneten, illetve különböző hírekben, illetve azt se felejtsük el, hogy egy pécsi illetőségű úriember, bizonyos Szűcs Pál, nyugalmazott rendőrtiszt, most már 2003 óta, jól emlékszem, annak a hobbiának él, hogy gyufaszálakból készít el gyönyörű, pompázatos kastélyokat, ezeket rekonstruálja, és a Csalai kastélyról is egyébként készített egy ilyen makettet. Tehát ilyen alapon is ugye bekerül a hírekbe, de a megyei lakosság szempontjából valószínűleg a hulladékhasznosító telep az jobban ismert egyébként, és nyilván jobban használják magát az előnyeit is. Tehát ahogy ugye szoktunk beszélgetni például ismerősökkel arról, hogy hát igen, van ott egy hulladékhasznosító telep, és hát ez büdös, meg koszos, meg mindenféle egyéb, na jó, de a szemetet azt mi magunk termeljük meg, és ugye azt is fontos tudni, hogy ez egy regionális hulladéklerakó, tehát ez nem csak Székesfehérvár lakossága termeli ide a szemetet, hanem bizony a megye több településéről is, tehát mi Szabadbattyánék is például ide termeljük. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy köszönettel tartozunk ezért. A csalai lakosoknak is egyáltalán, hogy elviselik ezt a létesítményt, és hát Székesfehérvárnak mindenképpen. És ez újabb két kapcsolódási pont is. Az egyik, hogy a Kisfaludi kastélyról is készült már ilyen gyufaszálból makett.
A másik, hogy előtte ott volt a szeméttelep Kisfalud mellett. Tehát annak nagyon örültünk, amikor átkerült onnan. Azt kevesen tudják elképzelni, hogy Csalán a hulladéklerakó mennyire távol van attól, hogy valahol lerakják a szemetet. Tehát tényleg annyira korszerű már, és annyira odafigyelnek a környezetvédelemre is a depónia munkatársai, hogy talán már nem is nagyon érezni. Én legalábbis, mikor utoljára arra mentem, nem éreztem én annak, hogy bármilyen szaga lenne. Azért nagyon odafigyelnek rá. És akkor szerintem itt az ideje, hogy ezek után tényleg megérkezzünk Kisfaludra, ami ugye neked otthonod. Igen. Mióta élsz ott? Egyetem mi költ Kisfaludhoz? Hát 76-ban volt az esküvőnk, és akkor anyósékhoz költöztünk, akik ott laktak Kisfaludon. Előtte Pálkozdon, anyósom volt a Pálkozdi iskola igazgatója, és ő hozzátartozott a Csalai, a Mörgöndi és a Kisfaludi iskola is. Tehát innen már a kötődés. És első évben ott laktunk náluk, és akkor ismerkedtem meg a településsel. Majd egy rövid köfém lakó telepes kitörő után ott építkeztünk Kisfaludon, és azóta is ott lakunk. A kastély akkor sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy is romos állapotban volt, akkor még voltak bent ugyan lakók, nem kastélyhoz szokott emberekkel volt benépesítve, előtte a már jelzett szovjet emlékművel, és hát iszonyatos állapotok uralkodtak. És reméltük, hogy majd egyszer rendbe teszik. Meg is kezdődtek a felújítási munkák, talán egy olyan jó 10 évvel ezelőtt, de sajnos kiderült, hogy nem csak a tetőt, hanem a teljes födémet is cserélni kell. Pedig elkezdődtek munkák, közben az építőmester elhalálozott, és valahogy ez elakadt. Azóta többször is cserélt gazdát a kastély, de sajnos a felújítása a mai napig várat magára. A Kisfaludi kastéllyal kapcsolatban azért ezt érdemes elmondani, hogy honnan ered, tehát hogy ki építette, mikor, egyáltalán a történetét, hogy megismerjük. Ezzel kapcsolatban azért jóval több képünk van, hiszen operatőr kollégánk tudott forgatni a kastély környékén, bár sajnos azért jóval rosszabb állapotban van, illetve láthattunk már itt közben, a beszélgetés közben egy térképet is, ami mutatja Csala és Kisfaludi, ott van újra a monitoron látható, Csala, Kisfaludi és Börgön kapcsolatát. Igen, János küldte ezt a térképet, ugye az adás előtt, illetve felvétel előtt beszéltünk talán 2 nappal arról, hogy próbálja kideríteni, nem tudom, sikerült-e, a földhivatalban, hogy hol is húzódhat vajon ez a belterületi határ, Kisfaludi és úgymond a város között, mert ez egy izgalmas, érdekes kérdés. Amennyire megfogható a külső határ, ugye a Császárvíz, a Pálkozd és Kisfalud közötti határ, annyira nem tudjuk most még megmondani, és nem sikerült kideríteni ilyen rövid idő alatt. Illetve régóta készülök én erre már, csak még nem jutottam el a végére, hogy például Csala és Kisfalud között hol húzódott, ezt nem tudjuk, de szerintem ott valahol a Murva-Bányák fölött a szántóföldeken. Délen ugye a Börgöndi határ az egyértelmű, hogy az autópálya alatt, illetve ott még a Zsirostanya ott van, tehát az még Kisfaludi érdekeltség. És a nyugati oldal, hogy pontosan, és szerintem ez fog választ adni majd a kérdésre, hogyha sikerül megtalálnom ezt a csatlakozó dokumentumot és földhivatali adatokat, hogy pontosan melyik terület az a város. Valószínűleg a Nagyszombati, de Csúcsoshegy hova tartozott, előtte azt még nem sikerült kiderítenem, de hogy úgymond rajta vagyunk az ügyen. Nos, tehát ugye a történelméhez hozzátartozik a kastély, akkor beszéljünk egy kicsit a történetéről. Néhány mondatban, hogyha esetleg rossz neveket mondanék, akkor javítsál ki, légy szíves. Holczer László volt a birtokos akkor, amikor ugye Simai Margitot, ha jól emlékszem a keresztnevére a hölgynek, Simai Margitot vette ugye feleségül, és felvette a vezeték nevét is, a család nevét is, tehát innentől kezdve Simai Holczer családról beszélünk.
Ugye erre szoktam példaként felhozni a Szőgyéni Marics családnak a történetét, ahol szintén egy ilyen házasság révén alakult ki ez a kettős családnév igazából. Itt is erről van szó. 1900-ban, legalábbis én a forrásokban ezt találtam, hogy egészen pontosan 1900-ban, és ha minden igaz, egy Adamek Ferenc nevű mérnök tervei alapján épült ez a kastély, romantikus részben neogót stílusjegyekkel ötvözve, és egyébként tényleg egy remek kvalitású épület volt, egy szép kastélyparkkal ellátva, és ahogy János is említette, hogyha valaki esetleg arra jár, vagy akár fotózni szeretné a kastélyt mondjuk a bejárat irányából, akkor biztos, hogy meg fog akadni a szeme azon a szovjet emlékművön, amiről már ugye szó volt, hiszen gyakorlatilag az épületnek a tövében sikerült ezt ugye annak idején elhelyezni egyfajta jelzésértékkel. Én úgy gondolom, hogy nem véletlenül került ez szinte közvetlenül a lépcső mellé. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, és hogy János is említette, ez egyébként temetkezőhely is volt ugye az ott elesett szovjet katonák számára. És ugye hát az épületnek az állapotára, meg egyáltalán a környezetnek az állapotára, ugye az is magyarázatot ad, hogy 1945 után itt egy TSZ központi épületet rendeztek be igazából. Tehát 45-ig lakta a család? 45-ig én úgy tudom, hogy a család lakta, és aztán ugye akkor kellett kiköltözniük igazából, amikor ugye hát a község, vagy termelőszövetkezet ugye úgymond kezelésbe vette ezt az akkor még egyébként magánkézben lévő birtokot, illetve épületet. Az is egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye itt még azért évekkel az államosítások előtt vagyunk, tehát nem feltétlenül törvényes módon történt ugye ennek az épületnek a kisajátítása, még az akkori törvények szerint sem. Tehát ez is egy érdekes dolog. És ugye egy TSZ központot alakítottak ki, hát gyakorlatilag különböző állatnevelő telepek vették körül ezt az épületet, és hát a környezetéhez ugye valamennyire még ma is ez hozzátartozik, sajnos. Valójában ez országos tendencia volt annak idején, akár Fejér megyében is több olyan kastélyról tudok, ami néhány évtizedig termelőszövetkezetnek a központját adta. János, hozzá akartál szólni, nyugodtan szóljál bele. A mai napig a körbe veszik az állattartó telepek, tehát ez is nehezíti a hasznosítását, mert nehéz elképzelni ebben a környezetben egy hotelt, vagy valamiféle intézményt. Lényegesen több munka volna vele azért, mint a Kégli kastéllyal, hiszen tényleg eléggé rossz állapotban van jelenleg. Nekünk egyébként ez azért szembeötlő, és akkor itt azért még erről mindenképpen érdemes beszélnünk, mert ugye említetted, hogy vannak ilyen Fejér megyei példák. Igen, vannak, de ezek általában településektől távol elhelyezkedő nemesi kúriák voltak például, amikből ugye TSZ központok lettek. Iroda, istálóépület volt nem egyszer különböző gazdasági létesítmények helyén. Tehát, hogy ezek kevésbé jelentős kastélyok meg kúriák voltak, mondjuk így. Itt viszont egy településen álló épületről van szó, ami mellett ráadásul, hogyha az ember arra felé közlekedik, mert azért ez egy nem annyira kis forgalmú út mellett található, meg egy élő településről beszélünk ráadásul, tehát nem egy lovasiskola van most ott jelenleg, hanem azért ott emberek laknak, nem is kevesen. Tehát ezt nap mint nap ugye tapasztalják az arra áthaladók, meg az ott lakók. Ha mondjuk Aba környékéről beszélünk, vagy beszélhetünk akár Szabadbattyán, Tác környékéről, ott különböző, ma is még azért néptelennek számító pusztákon álltak ezek a kúriák, kisebb kastélyok, és ott nem volt, ma már nem annyira feltűnő, vagy még nem annyira feltűnő, hogy ezek körül ugye TSZ központok létesültek, hiszen kis földutak vezettek ide, mellékutak, amiken igazából ma sem nagyon közlekednek, csak azok, akiknek ott dolguk van. Itt viszont átmenő forgalom is van, meg ugye célforgalom is van településen belül, tehát ezért is sokkal szembeötlőbb ez a környezet. És talán egy kis kiegészítés, hogy ez a TSZ nem az a TSZ, amelyik ma működik Kisfaludon, akkor még a Pákozdi TSZ művelte a környező földeket, majd később vált ez az egykor Szabad Élet TSZ, ma pedig Aranybulla mezőgazdasági ZRT-ként
működik, és ugye szembe van a központjuk, a TSZ, illetve az RT központ. Ők a Köfém lakótelep, a mai Köfém lakótelep helyéről jöttek ide Kisfaludra, és meghatározói az egész Kisfalud gazdaságának, hisz a legnagyobb munkaadó Kisfaludon, és itt akkor a... És élelmiszer a városnak. Igen, rengeteg a tej és a tojás előállításuk, exportra is dolgoznak. És hát a lakosságnak is nem tudom mennyire lehet mondani, hogy árusítanak tojásokat, úgyhogy valaki nagy friss tojást, akkor jöhet. Beszéljünk a közösségről, hiszen Kisfalud esetében történelemből nem tudom, hogy valamit fel kell még hoznunk. Igazából ugye azt elmondtam itt a beszélgetés elején, hogy csalához hasonlóan ugye ugyanazok voltak a birtokviszonyok, leszámítva talán a nádasdiakat, hiszen hozzájuk nem tartozott Kisfalud. Különböző bérlők voltak egy időben egyébként a török után, de azok a meghatározó családok, akikről ugye csalával kapcsolatban már beszéltem, ők fémjelezték igazából az akkori történetét, és ugye ide érkezett meg igazából Holczer László és a felesége. De talán Jánosnak még van néhány kiegészítő. Talán egy, nem tudom mennyire lehet mondani, de én úgy tudom, hogy a Holczer úr a fajüldözések miatt vette fel a felesége nevét, tehát nem házasságkor, nem tudom, hogy igazából nem rendelkezem mélyreható történelmi ismeretekkel, de én ezt így tudom. Amit még mindenképp szeretnék elmondani Kisfaludról, hogy ugye az uradalom része volt az egész Kisfalud puszta, a mai kastélya szembe voltak ezek az uradalmi épületek. Maga a település aztán később nőtte úgymond ki magát, és a TSZ-es időkben a TSZ tagoknak volt ott elsősorban a telekosztás után háza. Ezek ilyen 600 öles telkek voltak. És később a 600 öleket aztán eladták felét, harmadát, tehát egy telekből 2-3 is keletkezett, és akkor lett egy kicsit népesebb Kisfalud, ma körülbelül 1000 fő lakja. És mivel az 1000 fő azért az egy jelentős létszám, és a Csúcsos hegy egy kicsit elválasztja Fehérvártól. Óhatatlan volt, hogy egy önálló településrész legalábbis a kulturális igényeit tekintve, közösségi igényeit tekintve önálló lett. Először gondolkodtunk abba is, hogy egy közösségi létesítményt a kastélyba hozunk létre, de aztán ennél jobbnak bizonyult ez a település központjába megépíteni a Kisfaludi közösségi házat. És ez akkor az, meg is érkeztünk a közösségi házhoz, igen, amely a Könyves Kálmán utcában található, és én úgy hallottam, hogy rendkívül hangos és rendkívül igényes rendezvényeknek ad helyet. Hát szerintelenség nélkül mondhatom, hogy pezsgő élet folyik itt. Megmondom őszintén, összeírtam, hogy mi minden működik, és lehet, hogy a hátralévő adásidő kevés lenne, hogy ezt mind felsoroljam, de kezdjük ott, hogy ezt a házat a lakosság akarta. Tehát mindent megtett azért, és látom a képen, látszik is, hogy milyen szép impozáns egyébként a volt középiskolai osztálytársam, barátom Polgár Tibor tervezte. Amikor fölmerült ez az ötlet, akkor másnap elmentem és kivittem a területre, és akkor megálmodta később ezt a szép házat. A ház lakossági kezdeményezés és a lakosság tevőleges részvételével, tehát a kétkezi munkájával indult. Ástuk az alapokat, betonoztuk, egészen odáig a közösség építette, amíg ezt ugye szakértelem, idézőjelben szakértelem nélkül lehetett csinálni. Mikor volt mindez? Nagyságrendileg körülbelül? Hát az évszámokkal bajba vagyok, de ugye most volt olyan 12-13 évvel ezelőtt adtuk át a házat. És tehát akkor tulajdonképpen még újnak mondható. Viszonylag újnak, előtte viszont több mint 6 évig épült. Pontosan ezért, mert ugye úgy indult, hogy most a közösség nyilván nem volt képes ekkora létesítményt létrehozni, tehát az önkormányzat végül is mellénk állt,
és magát a bonyolítást a Kisfaludi Polgárok Érdekvédő Egyesülete végezte. Itt elévülhetetlen érdemeket szerzett Volekni Marika, aki vitte ezt az egész beruházást. És nyilvánvalóan, amikor elkészült, akkor ez városi üzemeltetésbe került. Először az Öreghegyi Közösségi Házhoz, majd mikor összevonták a kulturális intézményeket, akkor ugye a Szabad Művelődési Háza vette át az épület üzemeltetését, és biztosította hozzá a megfelelő szakembereket. A településünkön, tehát ebből a kis kicsit elszigeteltségéből adódóan öntevékenyünk voltunk, úgy mondtuk magunkról, hogy önjáróak, és szerveztük az életünket addig is, amíg végül is nem volt meg ez a ház. Láttunk itt régebbi képet régi falunapról. A csoportjaink csírái is megvoltak, és mikor ez a ház végül is meglett, akkor otthont adott a művészeti csoportjainknak, klubjainknak, és sikerült olyan pezsgő életet vinni bele, hogy a településre költöző új lakók bizony rácsodálkoznak, hogy hova kerültek. Ha mennyire tudunk belemerülni csak... Hát talán azt jegyezzük azért meg, hogy most már összeforva a várossal, a város életét jellemző, hogy egy belvárosban székelő szervezet is gyakran megfordul ebben a házban. Gondolok én itt a Vörösmarty Társaságra. Igen. Tehát a helyi klubjaink mellett ugye minden hónapban van egy kiállítás, megnyitunk, és akkor az egy hónapig ott van ez a kiállítás, és itt térnék vissza a Tibai Tiborra, mert nagyon hosszú ideig ő szervezte ezeket a kiállításokat. A Vörösmarty Társasággal valóban élő kapcsolatunk van, rendszeresen tartunk itt irodalmi esteket, és ennek nagyon örülünk a rendezvényeinkkel, a kulturális megmozdulásainkon mint résztvevők is jelen vannak, és az irodalmi estjeinken pedig mint mi közönség veszünk részt. Mégiscsak megkeresem a listámat, mert... Közben azért én hagyd kérdezzek bele, mert ahhoz, hogy egy közösségi ház népszerű legyen, nem elég, hogy a ház szép, kell ehhez a közösség is. Mi tartja össze ennyire a közösséget Kisfaludon? Ugye régen a birtokrendszer idején megvoltak a népszokások, most itt erről már nem beszélhetünk, ez tulajdonképpen egy kertváros. És az itteni embereknek a közösségi igényét elégíti ki ez a ház, és csak egy évet sorolok fel, hogy mi minden rendezvényünk van. És ez mind élettel teli rendezvény. Kezdődik a januári bormustrával, aztán a farsangi bál, nőnapi tea délután, aztán a gyereknap, akkor Volek Tibor labdarúgó emléktorna, ugye itt élt a válogatott labdarúgó Volek Tibor, aki itt is van eltemetve, a feleségeiről említést tettem, róla aki szervezte. Róla is láthatunk képeket, igen. Igen, aztán a falunap, vagy családi nap, most éppen Novajpusztai Mulatságnak, Vigasságnak hívjuk. Ezt mindenkori szervezők szokták meghatározni, hogy épp úgy hívjuk. Aztán a kenyérszentelés, aztán a borbál, tökfaragás, adventi kézműves foglalkozások, Mikulás est, a hagyományos kisfaludi művészkörnek a kiállítása december elején, ez hagyomány, az éves munkáikat ott bemutatják, aztán az adventi gyertyagyújtások, aztán van egy évzáró műsorunk karácsony előtt, és ezen kerülnek átadásra az elismerések a közösségi munkáért. Mindemellett gondolom klubok is működnek a közösségéhez. Mondtam, hogy hosszú lesz. És akkor itt, hadd említsem meg ezekkel az elismeréseknél, hogy talán nem mindennapos dolog, hogy saját kitüntetési rendszerünk van. Minden évben igyekeztünk oklevéllel elismerni azok munkáját, akik abban az évben tettek a településért, bármilyen szinten. Most ez odáig fajult ez az oklevél, hogy olyan mennyiségű oklevelet kellett írni, amikor már azt mondtuk, hogy azzal megy el az ünnepség, hogy ezt kiosztjuk. És akkor innen kezdve nem adtuk ki ezeket az
az éves okleveleket, hanem betettük a Kisfaludi Hírhalsonába. Sajnálom, hogy nem hoztam belőle, mert hát 7 évig működött ez az újság, és gyakorlatilag negyed évente a elmúlt programokról, történelemről, leendő programokról, település problémáira, közéletéről, embereket bemutattunk benne. Tehát egy olyan újság volt, amit ha valaki eltett, akkor egyben emlékkönyv is. Talán egy kicsit, ha tovább lépünk, akkor azért Kisfaludról például a gyerekek hova járnak iskolába, vagy az infrastruktúra hogy alakul? Igen, hát önálló iskolánk nincs. Az Entaiba járnak alapvetően. Volt egy időszak, amikor a Béketérre jártak, akkor volt ilyen iskolabusz, ami vitte őket. De mégiscsak vissza kell térnem azért egy kicsit, még be kell fejezni az évet. Tehát a karácsony után még van egy úgynevezett pingpong ünnepünk a két ünnep között, és egy szilveszteri mulatság. Tehát ezek az olyan programjaink, ami még nem a szokásosak. Tehát emellett működik a művészkör, a nyugdíjas klub, a borbarátok klubja, a gyöngyfűzők, és azért írtam le ezeket, hogy ne hagyjak ki senkit, de úgyis kifogok. Mindenesetre ki van használva a közösségi házat. Tehát én úgy érzem, hogy és volt itt egy mondatunk, hogy teret a művész, hogy is van? Nagy, meg eszembe jut. Itt térjünk rá akkor tényleg az infrastruktúrára, hiszen üzletek is vannak azért a település részben. Igen, hát ugye az, hogy villany van, az mindenhol természetes, itt is az volt, aztán más semmi. És akkor jött a lakossági összefogás, akkor alakítottuk a vízműre a társulatot, akkor ezzel meglettünk, akkor jött a gáz, és ez mind lakossági hozzájárulással, összefogással és ügyintézéssel, úgymond. Aztán, mikor a gázzal végeztünk, akkor jött az antenna, akkor azt teljesen olyan Kisfaludi Antenna PJT néven saját antenna rendszerünk üzemelt. Ez később aztán már kinőtte magát, és most már egy szolgáltató végzi ezt a tevékenységet, és azóta nem csak Kisfaludon, hanem más településeken is, és az egyik nagy veszteségünk az volt ezzel, hogy addig saját képviselőnk is volt. Tehát ott annyira napra kész volt, hogy mikor hazamentünk egy rendezvényre, akkor levettük, hogy az megvolt. Tehát annyira napra kész volt. Aztán jött még ugye a legutoljára a szennyvíz, ami ugye, hát mi maradtunk úgymond utoljára, illetve az a rész, amelyik ezen a vonalon van. Hál' Istennek ez is megvolt, és akkor immáron úgy összkomfortos kis a település. Hál' Istennek az önkormányzat a szennyvíz után az utcákat is leaszfaltozta, tehát most már azért úgy elmondhatjuk, hogy szépen járható. A közösség munkája nem merült ki még ebbe a kulturális megmozdulásokba, mert a virágosításban évek óta óriásit fejlődtünk. Itt a németné Ági iszonyatos munkát végez, és van segítői nyilván településről, és egy kertésztől pedig rendszeresen kapunk virágokat, serfőzőnének hívják, ha emlékezzek meg róla. És ugye itt jön a kitüntetés rendszerünk egy másik eleme, hogyha valaki ugye sokáig tevékenykedik, akkor egy magasabb fokozatot kap egy Kisfaludért emlékérmet, ehhez egy 3-5 évet kell azért úgy lehúzni. És van még egy, aki még ennél is húzamosabb időn át, akkor az egy Kisfaludi emlékplakett díjazásba részesül. Most jó páran megkapták már ezt, hadd ne soroljam fel, mert akkor tényleg nem végzünk. Mindezek támogatják a csapatépítést. És vannak olyan kitüntetéseink, akik nem kisfaludiak. Őket tiszteletbeli kisfaludi polgári elismerésbe részesítjük. Ilyen lett ez a bizonyos kertészhölgy. De ilyen lett például az Aranybulla RT elnök vezérigazgatója dr. Bódis Tamás, vagy a területi képviselőnk Horváth Miklós Csaba,
aztán most fog majd megsértődni, akit nem mondok. Én kérek előre elnézést, hiszen minden atya, nem fér be egy nem fér sajnos bele, sajnos. És akkor még egyet, aki utoljára kapta meg a testvér településünk, a testvér kisfalud, ez Győr-Sopron megyébe található, Kapuvár alatt 7 kilométerre. Ez egy kisfalud nevű település. Na most onnan a kapcsolat, hogy amíg nem volt ez az irányítószámrendszer, addig a leveleink egy részét, ugye Kisfalud volt megcímezve, nekem is valami a levelem az OTP-től, hogy csak annyit írtam, hogy Kisfalud. És elvitték oda, onnan visszajött, és akkor hosszú évek, 13. találkozónk van velük, egyszer csak volt egy telefonunk, és megbeszéltük az ottani polgármester asszonnyal, hogy akkor, hát vegyük fel a kapcsolatot. Eljöttek, aztán mi mentünk el, és ez most már így megy 6 éve. Illetve most már azért hetedik. A címzésbe Székesfehérvár is hát szerepel. Most már ugye az irányítószámrendszerben ez azért könnyebb. És az utolsó tiszteletbeli polgárunk az ottani polgármester asszony lett. Kell még beszéljünk egy különlegességről, amely a településen található, ha jól tudom, a közösségi ház mellett, ez pedig egy királyszobor. Igen, több királyról elnevezett utca is van a településen, a Mátyás király, Könyves Kálmán, és régi vágyunk volt, hogy legyen egy szobrunk is. Ott tartottunk, hogy egy helyi fafaragó meg is ígérte, hogy csinál, de aztán ez nem jött össze, és egyszer csak láttuk a tévébe, a tudósítást, a városi tévébe, hogy a alkotótáborban a szabadművelődési házánál, és akkor elkezdtünk kuncsorogni, és annak eredménye lett ez a királyszobor, ez Horváth János véletlen a névrokonság Pálkozdi művésznek az alkotása, aminek hát nagyon örülünk, és egy szép avató ünnepség keretébe került elhelyezésre itt a faluház mellett. És második András táblázolja? Hát, mert ugye a második András utcában van. Ott van, azt a művésszel beszélgettem, de azért ez így nincs így kimondva. Ez egy általános királyszobor. És amit még a szobor után meg tudunk mutatni, és még búcsúzóul azért néhány gondolatot mondjunk róla, az Kisfalud temetője. Hiszen mint minden városrésznek, Kisfaludnak is van egy önálló temetője. Igen, hát igazából amikor készültünk a műsorra, akkor én nagyon fontosnak tartottam, ugye az üzlethelyiségekről is voltak itt fotók, hogy azért a kereskedelmi életet is bemutassuk, meg ugye egy sajátos, mégiscsak egy sajátos kiképzés, hiszen két utca találkozásában található, és az egyik üzlet az egyik irányba, a másik irányba néz, tehát építészeti szempontból is remek, attól függetlenül, hogy egy modern kocka építményről van szó, mégis szép. Na de, hogy a temetőről is beszéljünk, hát ugye a kisfaludi lakosságnak az életéhez hozzátartozik. Tehát Csalapusztán ugye láttuk a családi temetkezőhelyet, itt ez egy lakossági temetkezőhely. Ugye látjuk, hogy egy modern ravatalozóval rendelkezik, van egy gyönyörű központi keresztje, amit ugye felújítottak, és van egy nagyon szép haranglába is egyébként. És ugye hát ha Tornyai Gábor atya neve szóba került, akkor mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy ő a helyi vallási életnek is ugye az irányítója, hiszen ugye Öreghegyhez tartozik egyházilag Kisfaludnak a területe, tehát a helyi katolikus lakosságnak a lelki gondozását ő végzi, és ugye ő az, aki ezeket a temetéseket is ugye végzi ebben a temetőben. Gratulálok ehhez az élethez egyébként, hogyha a temetőből visszatérhetek, amit tapasztaltok. Igen. Tehát amiket elmondott a Márk, ez így van. Csak azt nem tudja, lehet, hogy ezt mind a közösség fizette, csináltatta, vagy lobbizta ki. Mert a keresztet azt abszolút gyűjtésből, a haranglábat abszolút gyűjtésből, most ott nem tudom a művész nevét, de azt hiszem egy pázmándi fafaragó. A temető ravatalozó pedig azért nem így nézett még pár éve ki, ez egy nagyon friss, és hát évekig tartott, amíg sikerült ezt elérnünk, hogy nyilván ez meghaladta a közösség erejét, az városi költségvetésből készült, de a lakossági kezdeményezésre is, és erős akaratra. Az üzlethelységekhez annyit, hogy sokáig nem volt Kisfaludon üzlet.
valamikor három is volt, aztán ugye egy se, és tavaly sikerült ezt egy vállalkozó, hál' Istennek létrehozta ezt a retro ABC-t, és azóta újra van voltunk, aminek nagyon örülünk, hogy újra el tud bennünket látni. A kocsmát pedig a visszavonulása után, vagy hát presszót pont a Volek Tibor vezette. Tehát az volt a régi Volek kocsma, ami aztán később ne felejts presszó, most pedig Bringa presszó néven. Rengeteg biciklis állott meg. És ez az egyik átkunk, és jó is, hogy jönnek a biciklisek, de néha olyan mennyiségben, hogy az hihetetlen. Viszont jó hír, hogy kerékpárút vezet már Székesfehérvárról Kisfaludra, ami mindenképpen egy előny. Elszaladt az időnk, és el is kell, hogy köszönjünk lassan. Még annyit tudunk előzetesen mondani, hogy emlegettük Börgöndöt, ami jelzi azt, hogy a következő műsorban Börgönd lesz a főszereplő? Igen, mindenképpen, hiszen a székesfehérvári külterületek egykor önálló települések közül erről is kell beszélnünk, és nem csak a repülőtér kapcsán nyilván, de elsősorban a repülőtér kapcsán, hiszen erről ismert leginkább ma ez a település rész. És aztán ezután jön majd egy nagyon nagy falat, amibe majd egyszer beleharapunk valamikor a nyár folyamán, ez pedig a belváros lesz, aminek azért sem a történetét, sem az épített örökségét nem lehet három adás nélkül megúszni, tehát ennyit minimum fogunk még róla beszélgetni. Csodás műsorok lesznek. Én nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést Horváth Jánosnak és természetesen állandó szakértőnknek, Váci Márknak is. Köszönöm a Fehérvár Televízió nézőjének, hogy velünk voltak. Városrészek titkai című műsorunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Addig is viszontlátásra!